születésnapozós szombat éjszaka után azért így vasárnap 8 óra előtt pár perccel lejönni, végigcsinálni egy másfél-két órás lábprogramot, inkább két óra leszem, mindjárt meghalok. Na mindegy, az kemény lesz. Valaki szokott szombatonként enyhén spicces lenni, akkor vasárnap reggel menjen el egy másfél órás edzésre. Most meg mennem kell be a munkahelyemre, illetve nem kell, de úgy döntöttem, hogy beszaladok a munkahelyemre, mert hajnalban volt egy ilyen nagy vihar, és úgy nem hagy nyugodni, hogy mi újság van bent. Remélhetőleg semmi különös. Aztán majd mondom a mi újságot, jó? Szóval az a helyzet, hogy azt nagyon jól tudom, hogy többen szerették nézni a csatornámon, ahogy én szerelgetem az ámercimet. Na most ez nem mehetett a végtelenségig, mert hogy az én zsebem sem, meg a zsebem, meg a pénztárcám sem végtelen. Úgyhogy ahhoz képest, hogy amikor megvettem az autót, mert akartam egy ilyen autót, az első évben egy-két szereg apró bütykölésen kívül semmi gondja nem volt, az utóbbi fél évben, ahogy a videókból is kiderül, semmi más nem csináltam. Mi ez a fehér itt a számba? Szóval semmi más nem csináltam, csak költöttem rá a 10 000-eket, meg a munkaórákat, és totálisan elegem lett az egészből. Tehát egy pénztemetővé vált, jó 18-19 éves autó, nyilván erre lehetett számítani, de elég volt. Úgyhogy hoztam egy gazdasági döntést, jelentősen aluláraztam az autót, és mielőtt lejárt volna a vizsga, meghirdettem a marketplace-en, 12 perc alatt elvitték. Gyakorlatilag az első vevőnek odaadtam, volt vagy 32 jelentkező rá, nem is értem, hogy miért. Tehát a mai napig azt mondom, hogy ez egy szerethető autó, én imádtam azt a kis kocsit, mind a mellett, hogy ilyen 10-11 litereket evett, amit lehet tudni előre, hiszen hogyha megnézi az ember a használtautó.hu-n, hogy miket írnak ezekről az autókról, akkor azt hiszem 9,8 literes átlagfogyasztást írnak. Tehát én ezt tudtam előre, tehát ennek tudatában vettem meg, mint mondtam az előbb, azért, mert szerettem volna egy ilyen autót, de egyszerűen nem voltam hajlandó több pénzt költeni rá, és nem voltam hajlandó tovább zabáltatni benzinnel. Hát elnézést kérek azoktól, akik szerették nézni ezeket a szerelős videóimat, meg ezért iratkoztak föl, de soha többet az életemben nem leszek hajlandó megvásárolni egy ilyen A140-es mercit, meg egy ilyen tök mindegy A-mercit. Nem, elég volt. Kell a francnak még egyszer. Na és abból sem szerettem volna különösebb titkot csinálni, hogy vettem egy másik autót. Az egyik barátomnak volt egy ilyen jó tanácsa, hogy olyan használt autót vásároljál magadnak, vagy olyan autót vegyél magadnak, amiben, hogyha beleülsz, mindenféle probléma nélkül nyugodt szívvel elindulsz mondjuk nyaralni Horvátországba, mert megbízol benne, és hónapokon keresztül hezitáltam, számba vettem minden lehetőséget, hál' Istennek nem vettem a számba minden autót, tehát volt ebbe Alfa GT-től elkezdve a Nissan Note-ig mindenféle, meg Opel Meriva, meg minden, szóval tényleg rettenetesen sokat gondolkoztam rajta hónapokon keresztül, úgyhogy már agyára mentem a családomnak, a barátaimnak, a munkahelyemben, a főnökömnek. Aztán ugye a főnököm ezt meg is elégelte végül is. Berakott az autójába, és úgy mentünk el megnézni jó pár autót. Tehát köszi főnök, hogy segítettél, hát ilyen munkahelyem van, most mit mondjak. Kellett keresnem egy olyan autót, ami gyakorlatilag, én nem hiszem, hogyha túlzok, hogy az egyik olyan márka, ami a tartóság és a megbízhatóság szimbólumává vált az utóbbi évek meg évtizedek alatt, úgyhogy vettem egy Suzuki Swift 1.3-ast, ő a kis piroskám, úgyhogy elemér már a múlté, a piroska meg az újdonság, imádom ezt az autót, nyilván még ér az újdonság ereje, és úgy működik, hogy lenyűgöző, tehát az egész egy totál egyszerű. Na, 2005-ös az autó, 85.500 kilométer volt benne. Még az eredeti gyári gumi van rajta.
és baromi jó állapotban van. Na most egy 85.500 kilométert futott autó, az nem zabálja meg ugye a gumit, tehát mikor kell gumit cserélni, a franc se tudja, mondjuk hasam ütök 150.000 kilométer után már illik, vagy hogyha el van öregedve, nem, ezt én csak úgy gondolom. De az a lényeg, hogy legyen megbízható, könnyen szerelhető, fillérekből fenntartható, hát azt képzeljétek el, hogy még ugyan a fogyasztását nem néztem, csak a napi, vagyis a pillanatnyi fogyasztás van beállítva, de és én így hasraütésszerűen azt tudom mondani, hogy ugye a nyári időszakban 7 liter alatt lesz a fogyasztás, mondjuk a 10 literhez képest ez azért jelentős előrelépés, és valljuk be őszintén, hogy én itt a kerületben használom az autómat 90%-ban, akkor, hogyha hideg van, vagy rossz idő van, vagy esetleg el kell menni vásárolni, vagy elengedhetetlenül szükséges, és nem tudom megoldani ugye bringával az éppen esedékes utat, akkor előveszem az autót. Tehát nekem egyszerűen nem kell ennél több. Szerintem ez egy tök jó kis kocsi. És közben azt találtam, hogy egyelőre itt elég jó rendben van minden. Ez az egy probléma van, amit hát nem kell sürgősen megoldani. De majd lesz vele valami, minden esetre felírom. Mert itt lehet, hogy neki kéne állni még az ágakat is egy kicsit levágni. Nem tudom, hogy miért jött le ez a hülye cső onnan fentről. De ez nem egy ilyen sürgősségi ellátás. Engem az érdekel, hogy a házzal legyen minden rendben, ne legyen vízfolyás, ne legyen atomrobbanás, meg ilyenek. Megyek tovább, nézni körül, a laksor az rendben van legalább. Na hát gyakorlatilag a vihar utáni ellenőrzés, házellenőrzés, ezek kb. Eddig tartott, úgy néz ki, hogy minden rendben van a házzal. És ha megyek haza, mert tényleg éhen fogok dögleni, főleg így edzés után. Úgyhogy igazából, hogyha lesz bármilyen autóval kapcsolatos videó, még fogalmam nincs, akkor majd ő fog benne szerepelni. Hát de milyen narancssárgának tűnik innen, pedig piros. Na jó van, majd lesz valami. Jó nyaralást, hello!